Terheléses EKG-t azért használnak, mert általában nyugalomban a koronária keringés megfelelő lehet, azonban terhelés hatására a nagyobb oxigén szükséglet miatt a szűkült koronária nem tudja kielégíteni az igényeket, és ez jellegzetes ST eltéréshez vezethet. A terheléses EKG-k 70-80%-ánál jelentősebb szűkületet tud csak kimutatni. Tehát szignifikáns koronária szűkület negatív terheléses vizsgálat esetén is fennállhat. Ezért egyéb vizsgálattal kell teljes egészen kizárni, hogy a koronáriák rendesen átjárhatók. A terheléses EKG indikáció közé tartozik olyan beteg, akinél felmerül koszorúja betegség gyanúja, például típusos anginás panaszokkal rendelkezik, vagy atípusos anginás pektoris tanataiban jön az orvosához, vagy akiknél már ismert koszorúja betegség van, például miokardiás infarktus után, vagy egyéb beavatkozások után, tudjuk, hogy ő neki bizony voltak koszorúja problémái. Lényeges indikáció például a terhelhetőség megítélése is, vagy ritmuszavarok megítélése, hogy az vajon iszkémia indukálta-e, vagy pedig egyéb folyamat miatt jön létre az aritmia, például a korai ütések, extraszisztolék aritmiáknak a jelenléte. A terheléses EKG ellenjavatai közé tartozik akut miokardiás infarktus, instabil angina, akut miokarditis vagy perikarditis, súlyos aortasztenózis, szívelégtelenség, kezeletlen aritmiák, egyéb akut betegségek, súlyos hipertónia. A terheléses EKG-hoz szükséges futószőnyeg, bicikli, EKG-készülék, vérnyomásmérő, amely folyamatosan regisztrálja a beteg vérnyomását, és az űrérezéshez szükséges felszerelés is, hiszen ha bármelyik pillanatban aritmia alakulnak ki, akkor a beteget bizony defibrillálni vagy újraéleszteni kell. Normál válasz a terheléses EKG során. Ugye a terhelés hatására a szívfrekvencia megemelkedik. Vérnyomás is megemelkedik, a perszérfogat fokozódik, és a perifériás ellenállás csökken. Diszritmiák például unifokális, tehát egygócú, pitvari és kamrai extraszisztolék előfordulhatnak, különösen magasabb frekvenciáknál. Az oxigén felhasználás is jelentősen fokozódik. Kóros válasz. Abban az esetben például, ha a szívfrekvencia nem emelkedik 120 per perc fölé, vagy nem éri el az adott életkorhoz tartozó maximális frekvencia 85%-át. Ha a szisztolés vérnyomás mértéke csökken, mint hogy emelkedne, vagy a beteg fizikailag képtelen a terhelésre. Abban az esetben is kóros, ha vérnyomás kiugrás alakul ki, például 260 per 115 fölötti higanymilliméteres vérnyomás. Vagy ha mellkasi fájdalom, vagy szokatlanul jelentős légszomja lesz a betegnek. Ilyenkor azonnal le kell állni. Normális válasz az EKG terhelés során, például az EKG eltérésekben a QRS komplexusok mérete csökkenhet. A J pont süllyed, méghozzá aszcendáló ST eleváció képében jelenik ez meg. Az ST szegmens 80 millisekundum után tér vissza az izelektromos vonalra. A PQ szegmens deszcendálhat, az R hullám amplitúdója csökkenhet, ha a frekvencia 130 fölött van. És a T hullámok is kisebbek lehetnek. Horizontális vagy deszcendáló ST szegmens eltérések mindenképpen kórosnak ítélhetők meg EKG terhelés során. Abban az esetben az ST depresszió vagy eleváció alakul ki. Az ST nem tér vissza az izoelektromos vonalra 80 millisekundumon belül. Vagy U hullám vagy T hullám inverzió alakul ki. Az ábrákból látszik, hogy a normális, semmiféle ST depressziót nem mutató EKG kép után a J pont süllyedés és egy aszcendáló ST depresszió van, illetve, ami már kórosnak minősül, horizontális, illetve deszcendáló, negatív T-be forduló ST depresszió. Tehát utolsó kettő az általában kórosnak vehető, míg a J pont süllyedés és az aszcendáló ST szegment, ami voltak éppen 80 millisekundum után még nem ért vissza, az egyértelműen nem igazolható,
De ha visszatért a normál értékre egy aszcendálóban, tehát 80 millisekundon belül, az normálisnak vehető. Koros eltéréseket folytatva, abban az esetben aritmiák jelennek meg, például frekvenciafüggő blokkok, jobb tavara, bal tavara, vagy VPV, tehát tahikardiák megjelenése, pitvar fibrilláció, flutter megjelenése, polimorf, vagy növekvő számú kamrai exaszisztolék jelennek meg terhés hatására, illetve ha kamrai tahikardia alakul ki, ez is kóros. Mindenképpen azt igazolja, hogy az iszkémia kapcsán kialakuló aritmiákkal állunk szemben. A következő EKG regisztrátum egy terhéses EKG-t mutat be. Végnézve az érték látszik, hogy az illetőnél a frekvencia 1, 2, 3, 4, 5, 60-as frekvencia. Az elváltozásoknál az ST szakasz leginkább egyesben, kicsit deszcendáló, bifázisos tével, azon kívül megfigyelhető V3-ban, V4-ben, V5-ben, V6-ban egy horizontális esti depresszió, tehát ezek a részek, amelyek érintettek, vagyis, ha megnézzük, az anterolaterális rész az, amelyik érintett.